A fehérvári tömegközlekedésben jönnek az időalapú jegyek és bérletek, ráadásul jóval olcsóbb lesz a jövőben okos telefonnal buszozni, mint hagyományos jegyel vagy bérlettel. Az azonos érvényességi időtartamú mobilbérletek a mai papírbérletek árával egyeznek majd meg, így aki mobilbérletre vált, nem költ többet utazásra a mai összegnél. A pénztárakban továbbra is a megszokott jegyek és bérletek lesznek kaphatók, azonban magasabb áron. A buszon vásárolt jegyek ára 310 forintról 400 forintra változik, a 90 perces elektronikus jegyára ezzel szemben 280 forint lesz. Okos telefonon kizárólag időalapú jegyek és bérletek lesznek kaphatók, 90 perces, 24 és 72 órás jegyek, valamint 15, 30 és 90 napos bérletek. A 90 perces jegy szállásokra is használható. A diákok csak 30 napos, a 65 év alatti nyugdíjasok pedig 30 és 90 napos bérleteket válthatnak. Az online jegyek és bérletek vásárlására internetkapcsolattal rendelkező okostelefon, e-mail cím, bankkártya és egy alkalmazás letöltése szükséges. Kilenc alkalmazásból van lehetőség a vásárlásra. Változás az is, hogy augusztus 1-től az összvonalas és tanuló bérletekhez már nem szükséges bérletigazolvány. Elegendő a személyazonosságot igazoló igazolvány vagy a diák igazolvány számának felírása a bérletre. A nyugdíjas bérletekhez továbbra is szükséges a bérletigazolvány kiváltása a korlátozott érvényességi idő miatt. Augusztus 1-től a papíralapú jegyek és bérletek ára átlagosan 20%-kal növekszik. Drágább lett a parkolás is. Az egyes övezetben 50, a kettesben 70, míg a hármasban 90 forinttal kell többet fizetni óránként, mint eddig. Fontos változás, hogy ezentúl a szombat délelőtt is fizetős időszaknak minősül a városban. A legjelentősebb változás a történelmi belvárosban, azaz a kiemelt parkolási övezetben lesz. A lakossági bérletekkel továbbra is lehetőségük lesz a történelmi belvárosban élőknek a lakásuk környékén parkolni. A behajtási engedély, melyet a belvárosi üzlettulajdonosok vagy a belvárosban különböző szolgáltatásokat végzők válthatnak ki, díjmentes lesz, viszont ez parkolásra nem jogosít. Az egy óra ingyenes parkolási lehetőség továbbra is megmarad a kettesövezetben, az NFC kártyával szombaton is lehetséges lesz egy órányi ingyenes parkolás a sárga zónában.